Február 25-én volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja hazánkban. Ebből az alkalomból foglalkoztak több órán át a tanárok és a diákok ennek az eszmének a szellemiségével, következményével és magyarországi történéseikkel. Hogy még inkább demonstrálják a padlássöprések, ávós katonák és az internálás korszakát, meghívtak két hatvani hölgyet, akik átélték a Hortobágyi kényszermunkatábor borzalmait. Tóth és Nagy Bálintné még csak tizenéves kislányok voltak, mikor mindkettejük édesapját elszakították a családtól, majd az édesanyjukkal és testvéreikkel az éjszaka közepén elszállították ő a hortobágyra. Ott juhhodályokba szállásolták el őket, almon aludtak, poloskák és patkányok között, csak fekete kávén és fekete kenyéren éltek. Még a gyermekeket is dolgoztatták. A rendszerint részeg gőrök pedig folyamatosan zaklatták őket. A mindennapi kínzásokra és gyötrelmekre, valamint az internálásra még magyarázat sem volt. Csupán annyi, hogy a rendszer ellenségeinek kiáltották ki őket. Több ezeren éltek ott, összesen 39 hónapon keresztül. Száli halálát követően engedték őket el, de már nem volt hova visszamenniük. A házban, amelyet szüleik építettek saját kezükkel, már mások laktak. Számkivetetten otthontalanul kellett újra felépíteniük életüket, hiszen mindenüket elvették, lelküket meggyötörték. Ezt követően viselniük kellett a bélyeget, amelyet mások önkényességből, irítségből ragasztottak rájuk. Az életem biztos másképp alakult volna, mert. Hát ötödikest végeztem, mikor elvittek bennünket. Én nagyon kiválóan tudtam rajzolni, rajzpályázatokat nyertem, kitűnő tanuló voltam. Hazajöttünk, bezárulta előttem minden tanulási lehetőség. Biztos, hogy másmilyen lett volna az életminőségem. A gyermekek figyelmét pedig mindvégig lekötötte a két hölgy energikus és lebilincselő előadása. Nagyon nagy hatással volt, mielőtt, hogy Személyesen nem voltunk ott, és nem éreztük át rendesen, és így, hogy elmondta a néni, így sokkal jobb volt, jobban meg lehetett érteni. Mi volt az, ami leginkább megrendített benne, vagy ami leginkább foglalkoztatott? Hát például, hogy mit csináltak velük a táborba, mert ugye ilyeneket történelem órán ugye nem igazán tanulunk, főleg a politikáról szoktunk, és ugye ez azért elég megrázó volt, hogy szinte semmibe vették az embereket, csak azért, mert ők mást gondoltak. A diákok tanárnője hangsúlyozta, történelmük megismerése kötelességünk, hiszen csak akkor kaphatunk választ jelenünk miértjeire, ha tisztában vagyunk az elmúlt század eseményeivel, történéseivel, az örömökkel és a borzalmakkal egyaránt.